Sziasztok, Elila vagyok, és köszöntök mindenkit a csatornámon. Ma január 27 van, hétfő, és nincs suli. Hála jó Istennek! Azt hiszem, ma van az osztályozó dolog a tanároknak, mikor eldöntik, hogy kinek milyen jegye lesz fél évkor. Ha nem ez az ok, akkor bocsi, de szerintem ez az ok, nekem csak azt számít, hogy nincs suli. És arra gondoltam, hogy akkor ezt vloglásra is kihasználnám, illetve arra is, hogy hasznos dolgokat csinálják a nap. Most jelen pillanatban 5 óra 13 van. Mint látjátok, kihasználom az alkalmat a hasznos dolgokra. Úgy döntöttem, hogy kihasználom az alkalmat, és elmegyek egy éjgyomros kardióra. Mert utoljára ilyet versenyfelkészülés alatt csináltam, és most miért ne csinálnám meg, már nem tudom, most így megjött hozzá a kedvem, úgyhogy majd tartsatok velem. Aztán később találkozunk a Lilával, meg a Dórival, aztán a délután pedig majd a tanulást fogom szentelni, úgyhogy ma az egész nap abban van nektiteket. Másodpercben értem haza, hú, megyek, abáltam az ajtóhoz. Annyira, de annyira jól esett ez a kardió. Nem is tudom, hogy mikor kardióztam utoljára. Hát nem mostanában. És ugye csináltam egy ilyen éjgyomros kardiót, ami ugye azért hasznos, mert ugye nem ettél még, így hatékonyabb a zsírégetés. Könnyebben lehet égetni a zsírt, bocsánat. Oh! Szóval nem tudom az ilyen nagyon tudományos kifejezéseket erre. A lényeg, hogy gyorsan ég a zsír, és ez a lényeg. Csináltam először fél órát a lépcsőzőgépen, utána pedig átmentem a futópadra, mentem 5 percet csak simán sétálva, és utána egy 20 percig csináltam ilyen intervall kardiót, ami azt jelenti, ugye, hogy fél perc futás, fél perc séta, és az utolsó 5 percet pedig szintén csak simán sétáltam, úgyhogy ez így kitett egy órát, utána hasasztom egy nagyon jót, és nyújtottam, mert ugye ez az egyik újévi fogadalma, ami 2020-ra, és eddig egyébként bevallom, hogy egész jól sikerült, úgyhogy büszke vagyok magamra. Most 7 óra 33 van, mint láttátok, most értem hozzá, és a hangomon, hogyha halljátok, akkor kicsit náthás vagyok, kicsit megbetegedtem. Most újra úgy érzem, hogy megkaptam az edzéshez a motivációt, mert az utóbbi időben kicsit elment a motiváció a diétára is, és az edzésre is. Hogyha már kicsit tehnyos voltam, jó, mondjuk pénteken eléggé éreztem a náthát, úgy megütött, és nem mentem edzeni. De minden ilyen kisebb dolog miatt néha úgy voltam, hogyha nagyon nem volt kedvem, hogy hát majd elmegyek hétvégén, blablabla, bla, bla. De ez nem én vagyok. ez mindannyian tudjuk, hogy nem én vagyok, úgyhogy most remélhetőleg tényleg visszatértem, és így január 27-ére, most már épp itt az ideje, megkapni ezt a kis löketet, motivációt. Akkor a program az most az, hogy megreggelizek, mert hát ma még nem ettem, viszont már megittam 1,5 liter vizet, illetve hát BCA-t, ami ugye segít az izmok beépülésében, sötöbö, szóval tök jó, meg elvileg ugye étvágycsökkentő. Mindjárt meg is mutatom, hogy miért használok. Én ezt a fajta BCA-t használom a MyProtein-től, és nekem ez a görög dinnyés a kedvenc ízem, ekkora kiszerelés. És hogyha a kódomat használjátok, minden nagybetű lila, akkor lejön 30% kedvezmény a rendelésetekből, úgyhogy használjátok egészséggel, szívesen! És itt a szokásos reggelim. Ez körülbelül 3 és egy icipicike kis kanál zab protein, és ennyi. Aki már egy ideje néz, az tudja, hogy nekem ez a proteines zab az egyik kedvenc étkezésem, illetve nem, ez a kedvenc étkezésem, ennyi. Kell erről mit mondom. Szintén MyProteines fehérjét használok. Ez most jelenleg vaníliás, és még valami csokiszerűséget kevertem bele. Illetve még a héten várom majd, hogy jöjjön a következő rendelésem, amit múlt héten adtam le. Úgyhogy majd azt is mindenképpen megmutatom nektek, és remélem, hogy még ebbe a vlogba kerül arra sor. Tehát akkor most megreggelizzek, és utána elmegyek, gyorsan letusolok, meg hajat mosok, és utána elkészülök minél előbb, és elmegyek a Dóriékhoz, a Lilla is megy, és visszük az ilyen tanulós cuccainkat,
és együtt fogunk tanulni, úgy döntöttünk, és akkor majd valamikor délután elmegyünk kávézni, vagy beülni valahova, és amiket közösen kell tanulni, azt megcsináljuk ott náluk, és ami még olyan, amit esetleg csak nekem kell tanulni, vagy csak nekik, azt meg, hogyha hazajöttünk, akkor megcsináljuk egyedül, egyesével, mindenki a saját dolgát. Úgyhogy ja, ez a terv mára. Tartsatok velem továbbra is! Még csak 9 óra van, valaki lehet, hogy még csak most kell fel, akinek mondjuk nincsen suli. Én nem dicsekedni szeretnék, de azért valamennyire mégis. Én már kardioztam egy órát, hasasztam, nyújtottam, ettem, tusoltam, hajat mostam, sminkeltem, elkészültem, bepakoltam, illetve viszek a Lilának meg a Dórinak zapályás sütit, amit anya tegnap sütött, isteni finom lett, úgyhogy meglepem vele őket. Úgyhogy már azt is elraktam, és elraktam a tanulós cuccaimat, amit majd együtt fogunk ugye tanulni, és ennyi. Úgyhogy tulajdonképpen indulásra kész vagyok, és várom a buszt, és majd, hogy odaértem, akkor jelentkezem. Hoztam nektek valamit. Várj, dopegés. Jaj, de szület! Meg is állítsam. Ettől nem lesz energiát. Azért meg kell ülni már egy óra. Az érzés, amikor hazaérsz, belenézel a tükörbe is, realizálódik benned, hogy úristen, így néztem ki egész nap. Nem tudom, most frissen van vágva a hajam. Nem egész egy hete voltam fodrásznál, múlt hét szerdán. És ma volt az első alkalom, hogy megmostam, mert eddig egyenes volt, és eddig nagyon kis jó volt, de minden hajvágás után, amikor először megmosom a hajamat, utána így szembesülök vele, hogy úristen. Nem lett annyira sok vágva belőle, csak ami szükséges volt, de ez épp elég arra, hogy így összeugorjon az amúgy is göndör hajam. Úgyhogy lehet, hogy ez ilyenkor másnak nem tűnik fel, de nekem nagyon, és engem ez ilyenkor idegesít. Úgyhogy eredetileg azért is volt ez a fejem, mert különben így néznék ki. Várjatok! Nem, ez sehogy sem jó. Sehogy se jó, de egy fokkal még így jobb. Most értem haza, 4:45 van pontosan, és őszintén szóval elfáradtam. Ugye tulajdonképpen pontosan az volt a program, amit elmondtam, és a Dóriéknál sokat nem vlogoltam, mert ők csinálták a saját kis prezentációjukat, addig én megcsináltam a saját háziaimat, utána valamennyit bioszt tanultunk, aztán feladtuk, nem volt kedvünk, és utána megindultunk szépen, és bementünk a városba, és akkor a Lillával elmentünk egyet kávézni a Starbucksba, ugyanis nemrég nyílt itt Pécsen is Starbucks, és ahhoz képest, hogy én mekkora izé voltam, hogy úristen, Pécsen miért nincsen Starbucks, kinyílt, és most voltam másodszor. Úgyhogy én voltam a legnagyobb hang, hogy miért nincs. Aztán alig voltam addig ott. Na mindegy, egy lattét ittam, ami nagyon finom volt, de annyira tele vagyok tőle, hogy atya úristen. És igazából ennyi. Nem történt semmi más érdekes dolog. Na sziasztok, ma szerda van, és mint látjátok, terő-terő a szakám. Megérkezett a már teljes csomagom, amit ígértem, hogy mindenképpen megmutatok nektek ebben a videóban. Úgyhogy most szépen végig fogok minden egyesével menni, és már minden ruhát felpróbáltam. És őszinte leszek,
hosszú idő után ez az első alkalom, hogy tényleg minden ruhadarab jó lett, de most tényleg minden jó lett, és mivel segíteni szeretnék nektek, ezért mindenből majd mondom a méretet, hogy miből mekkorát rendeltem. Kezdenék itt a finomságoknál. Ezt a csokis ilyen protein spreadet már kóstoltam, és ugyanilyet, és elfogyott egy egész, úgyhogy mindenképpen újra rendeltem, mert a protein balacsintába, amiből még mindig van, ez a töltelék, ez tölteléknek valami isteni finom, el sem tudom mondani, mennyország. Illetve próbálnak, gondoltam, rendelek egy ilyen protein szeletet, ami ilyen 6 rétegű, és szegényként kicsit egyébként már így, hát... összenyomódott, de azért majd megkóstoljuk, mert attól még az íze biztos, hogy ugyanilyen finom. Aztán van itt egy ilyen jó nagy, és nem is adja vissza a videó a színt, egy ilyen egész erős rózsaszín, de nagyon jól néz ki, ilyen egyáltalán nem feszülős, tehát ilyen széles, most ez így is szélesnek tűnik, és ez félbe van hajtva. Úgyhogy igen, de egyébként ilyen haspóló, aztán van itt egy ilyen nagyon gyönyörű fehér, hófehér, és pulcsi, ami szintén ilyen rövidített derekú, és eszméletlen jó anyaga van, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Aztán van itt egy ilyen fehér top, és akkor most elkezdem itt mondani a méreteket. Ez a rózsaszín felső XS-es, és ez nagyon-nagyon nagy még így is, mert hogy a jó értelemből nagy, mert hogy ilyen, tudjátok, ilyen direkt, ilyen túlméretezett. Aztán ez a top, ez S-es, és ennek is egyébként jó lett a mérete. Hát nem vagyok egy nagy mellű, azt úgy hozzátenném. Ez a pulcsi pedig XS-es, és ez az egy, amit nem próbáltam meg, már nem akartam összealapozózni az egészet. Rendesen barnának adja vissza a videó ezt a nacit, pedig ilyen sötét bordó. Úristen, mennyivel világosabb videón keresztül. Itt van egy ilyen lyukacsos része, ami én kicsit extrább, és nekem legalábbis nagyon tetszik. Na, a nadrágokban egyébként méretekben mindig bajba szoktam lenni. Ez egy M-es, és ez a Scalp Leggings a márkája. Ennek is nagyon-nagyon jó anyaga van, most minden nagyon meg vagyok elégedve. Itt van két egyforma fajta naci, egy fekete és egy piros, és egyébként ilyen sárga, vagy narancssárgának adja vissza a videó, pedig tényleg piros. Ennek mind a kettőnek nyilván ugyanakkora a mérete, S-es, mert ezek úgy nagyobbnak tűntek. De egyébként vigyázzunk egy picit a nacikkal, mert az előző körökben XS-eset rendeltem már az legelső körben, amikor rendeltem, és XS-es volt, akkor a kedvenc nacim az jó volt méretre, gondoltam máskor is jó lesz az XS-es, de hát kicsi volt, és most kénytelen voltam azért, mint látjátok, valamiből M-eset is rendelni. Aztán van egy ilyen top, ami S-es, szintén ugyanolyan piros, és ilyen keresztpántos, és nagyon jól néz ki. Aztán ez a kettő top, ez ugyanolyan fajta, megmutatom a hátulját. Ez is ilyen keresztpántos, de nem olyan, mint az, mert itt középen ez ilyen nagyon kivágott, ez pedig tök jól takar. Ez a két top is S-es. Aztán ugye a nacit mutattam, és azt hiszem, hogy a ruhából ennyi. Utánpótlásként rendeltem sima csokis fehérjeport, ez a kedvencünk, ez azt hiszem a 2,5 kilós kis szerelés, ha minden igaz. Nézem. Igen, a 2,5 kilós. Aztán ez ugyanaz. Egyébként nem gondoltam, nem emlékeztem, hogy ugyanekkorát rendeltem. Nem tudom, hogy miért rendeltem. Szerintem másikat akartam. Másik csokisat, de hát most rendeltem egy ugyanilyet ilyen 250 grammosba. Itt vannak még ilyen minták, szeretek néha ilyen mintákat. Nem tudom miért, de ugyanilyet rendeltem ilyen kicsibe, és szerintem a nagy proteinből nem is ilyet akartam, hanem azt a természetes csokit. Na mindegy. Rendeltem tiramisszusat és csoki magyarósat, és az egyik videóban már mutattam ezt a cukormentes barbecue szósz, hogy ez valami isteni finom álom, komolyan mondom, egyszerűen nem tudok belebetelni, úgyhogy most ebben a körben már egyből kettőt rendeltem. Úgyhogy ezek a mostani szerzemények. Én nagyon izgatott vagyok, hogy a ruhákat hordhassam végre, és megkóstolhassam a dolgokat. Igazából most kajából úgy új dolgokat nem rendeltem. Egyedül ezt, amit vagy ma, vagy holnap még mindenképpen meg fogok kóstolni, bár nagyon sajnálom, hogy szegénykém összelapult, kilapult, pedig ilyen jó vastag 6 rétegűnek kéne lennie. Na mindegy, attól még tényleg a töltelék ugyanaz, ugyanolyan finom lesz. Hogy esetleg rendeltek, akkor nyugodtan küldjétek el akárhol Instán, mert ezt általában így kiszoktam rakni sztoriba, és tökre szeretem, amikor külditek, hogy így
rendeltetek a kódommal, úgyhogy örülök, hogyha tudok ebben segíteni. Úgyhogy szerintem ennyi, amit igazából is szerettem volna mondani. Ha még valami érdekes történik, mindenképpen jelentkezem, illetve majd ezt a kóstolást is hozom. Na, én, mint Sétlilla, Kácslilla, ügyeskedek a konyhába. Még egy, nem tudom, még valamikor tavaly rendeltem próbára ilyet a My Protein-től. És azóta sem vettem rá magam, hogy kipróbáljam. Nem tudom miért, valahogy mindig elmaradt. Teljesen zéró, mindjárt mondom. 7 kalória, 100 gram. Hát nem tudom mennyi. Az is 100 gram, ahogy elnézem. Úgyhogy igen, elvileg 7 kalória, és ez ilyen, tudjátok, ilyen tésztaszerű dolog, és nagyon egyszerű az elkészítése, legalábbis, hogyha jól elkészítettem. Elvileg kész van. Tulajdonképpen annyi volt, hogy ki kellett belőle engedni a vizet, meg kellett mosni, és egy percre a mikróba tenni, és most elég ilyen furcsa színtelen. Normális ez? Elég ennyire? Úristen. Olyan gumisnak néz ki, megkóstolom így. Nem érzek ízt, az a baj. Kicsit még náthás vagyok, és lehet azért nem érzek ízt. Egy pillanat, de leteszlek titeket. És kisilabizálom a dolgokat. Szóval ilyen kis izébe tettem bele, ilyen kis tálkába. Hát, én most szerintem így megpróbálom kicsit elkevergetni, mert kicsit egybeállt. Van benne egy kis víz, amit lehet, hogy le fogok belőle önteni. És elvileg ezután már azt rakunk rá, amit akarunk, és én arra gondoltam, hogy 2 tonna konzervet tennék rá. Ez az lett most, hogy ezt megcsinálom, onnan jött, hogy éhes vagyok, és nincs itthon, már rizs elfogyott, és én gondoltam, hogy ügyeskedjünk. Illetve arra is gondoltam, hogy valamire akarom használni a barbecue sauce, hogy valamire rá akarom tenni. Nem tudom. Ez így lehet, hogy a tonhal, ez a tészta, meg a barbecue sauce kicsit együtt ilyen. Na mindegy, megpróbáljuk. Csak nem tudom. Most megpróbálom először rátenni a barbecue sauce-t, összekeverni vele, és meglátjuk. Ja igen, először lehet, hogy ki kéne nyitni. Ugye? Igen. Annyira finom ez a barbecue sauce, úgy is finom. Elmondani nem tudom. Oké, és most visszarakjuk, és akkor most rárakjuk a tésztára. Jó, nem tudom, hogy nem tudok rá. Hát most jelenleg így néz ki. Úristen, se tudom, hogy hogy legyen. Azt hiszem, hogy jól csináltam, mert igazából nem érzek nagyon ízt. Most, hogy így eszem. Mindenképpen most hozzá fogom tenni akkor is a halkonzervet, mert miért nem. Akinek kicsi gasztronómiai tudása is van, szerintem most kapcsolja ki azonnal ezt videót, mert nem szeretnék rossz érzést kelteni a személyben, illetve aki úgy van a kajával, hogy azért eszi, mert jól néz ki, és nem az íze miatt, akkor azt se nézzen ide. Szóval jelenleg így néz. Nem tudom.
Igazából én sose a külsejét nézem a kajának. Kivéve, ha étterembe megyünk, mert akkor kikerül Instára, de úgy gondolom, hogy ez nem ez a tipikus olyan étel, amit úgy az ember kirakni Instára. Szóval. Most raktam bele tonhal konzervet, és most ezt így meg fogom kóstolni. Egyébként nem rossz. Személy szerint azt gondolom, hogy nincsen túlságosan tészta állaga. De egyébként, meg úgy szerintem az íze sem túl tésztás. Szóval a tésztához nem nagyon tudnám hasonlítani, de tészta pótlónak, hogyha mondjuk diétázol és nem szeretnél tésztát tenni, annak szerintem például teljesen jó. Hogyha mondjuk teszel rá valami, mit tudom, ami egészségesebb fajta paradicsom szósz, vagy ilyesmi, vagy barbecue szósz, vagy hogyha olyan kis umbi akarsz lenni, mint én, akkor tonhal konzervet és barbecue szósz, úgyhogy jó étvágyat! Okay. Szóval, most arra gondoltam, hogy desszertképpen megkóstolnám ezt a kis protein szeletet, aminek feltételezem, hogy sajnos nem ilyen laposnak kéne lenni a hadréteg miatt, de hát ez most jelenleg így néz ki, de azért az illata nagyon jó, úgyhogy most megkóstolom. Ez igazából, azt sem tudom, hogy a rétegek azok pontosan még, de nagyon finom. Vannak benne ilyen kis csoki darabok. Ez talán mogyoró darab lehet. Sosem voltam jó abban, hogy megmondjam, hogy miben mi van, úgyhogy nem tudom. De azt tudom, hogy nagyon finom.